Sziasztok! Tudom, hogy most megint egy ideje nem volt videó, viszont mielőtt magyarázkodásba kezdenék, előtte szeretném elmondani, hogy erről egy külön videót szeretném majd készíteni, ilyen mi van velem mostanában, szóval ilyen személyes típusú videóról van szó. Úgyhogy erről most ne is beszéljünk. Nagyon örülök, hogy végre megint itt vagyok, és még egy fontos információ van a számotokra. Nem tudom, hogy észre fogjátok-e venni, remélem. Egy új kamerával videózok, és még nem igazán ismerem ki magam vele, ez az első videóm, amit ezzel készítek, úgyhogy ha még nem tökéletes a fókusz, vagy valami, akkor kérlek nézzétek el, igyekszem minél hamarabb megtanulni a csinyát-binyát, és nagyon-nagyon örülnék, hogyha megírnátok, hogy észre lehet-e venni a minőségbeli különbséget, mert eléggé örülök ennek a kamerának. És igen, és remélem, hogy megérte beleinvestálni a pénzt. Na szóval, ezekben az utóbbi hetekben ugyanúgy voltam drogériában, annyira túl sok mindent nem vásároltam, viszont azért összegyűlt, így szerintem nagyjából 2 hónap alatt 1-2 dolog. Nem hoztam ide mindent, mert vannak olyan apróságok, nem tudom, vattakorong, vagy vécéillatosító, vagy ilyesmi, amiről úgy gondoltam, hogy most fölösleg is ide hordanom az összeset. Vannak háztartási termékek, smink és szépségápolási termékek, és a többi, és a többi. Úgyhogy bele is kezdek. A legelső az egy jó nagy Lenor öblítő, méghozzá ez a Golden Orchidée változatban. Ezt szeretjük a legeslegjobban, ez akciós volt a múltkor a Rossmannban. Igen, ez nem csak egy DM haul, hanem egy Rossmann haul is egyben. Ezt a Rossmannban vásároltam, mert éppen ott volt akciós, úgyhogy ez onnan van. Illetve a Rossmannban szúrtam ki ezt a Magic Pad-et, ami ugye egy olyan szivacs, amivel nagyon-nagyon sokféle szennyeződést el lehet tüntetni. Én azért vettem, mert nem olyan régen vettem magamnak egy fehér Converse tornacipőt. Igen, tudom, nem a legjobb választás volt, főleg úgy, hogy a gyerekek folyamatosan rászoktak taposni a lábamra, viszont szerettem volna, megöttem, és nagyon remélem, hogy ezzel tényleg olyan fehérré tudom varázsolni a gumis részét, hogyha esetleg van valami trükkötök, hogy mivel lehet a fehér tornacipőt tényleg igazán fehérré varázsolni, akkor ne tartsátok magatokban, nagyon örülnék ilyen tippnek. Én szeretném majd kimosni, illetve arra gondoltam, hogy a gumi részét azt ezzel fogom majd megtakarítani, illetve ezt természetesen másra is lehet a háztartásban használni. A következő, ami a kezembe akad a szatyorból, az a Baleától, úgyhogy ez DMS, egy ilyen kézmosó szappanhab. Ez egy újfajta változat, ez egy nagyon-nagyon kellemes, gyümölcsös, virágos illatú kézmosó szappan. Tropisches Paradies névre hallgat. Igen, ezt én a konyhában szoktam használni, ebből az új változatból ez az első, amit megvettünk, és egyelőre nagyon tetszik az illata. Még mindig háztartási termékek. A WC&T-től vettem ilyen kis korongokat, ez ilyen utántöltő korong. Ennek az illata, fogalmam nincs, valami virágos, nem tudom, hogy ez érdekel egyáltalán talán titeket. Minden esetre én nagyon szeretem ezt a WC entekorongokat, ami otthon a Duck WC korong amúgy, úgyhogy előszeretettel használom őket. Akkor már menjünk tovább azokkal a takarítószerekkel, amiket így most látok a szatyorból. Van itt a DM saját márkás Denkmites sütőtakarító habja, ami... Ha jól emlékszem, akkor ezt még Kölnben használtam, amikor a végében laktam, és elégedett voltam vele. Amúgy grillhez is lehet használni. Meglátjuk, még nem próbáltam, mert még az előzőből van, viszont az ilyen sütőtisztító habokkal én többnyire elégedett szoktam lenni. Van itt a Cillit Bang WC tisztítója, erről nem hiszem, hogy túl sokat kellene mesélnem. Illetve a Meister Propernek szokott lenni néha olyan kiadás, amikor plusz 40%-ot tartalmaz a flakon. Ilyenkor szoktam vásárolni 2 is, az egyiket most odaadtam az anyukámnak, aki ugye most volt itt látogatóban nálunk, és a másikat pedig megtartottam magamnak. Még van az előzőből, viszont nekem ez a fürdőszobatisztító, a Non Plus Ultra, ezt szeretem a legjobban, szerintem nagyon-nagyon jó. Mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki. Szerintem nagyon jól eltünteti a szennyeződéseket, a vízkövet, és nagyon kellemes az illata is.
Aztán van itt még valamit, amit mindig újra szoktam venni, méghozzá a Frosnak ez a levendulás higiéniai tisztítóspréje. Ezt már annyiszor elmondtam, de azért is tettem bele ide a videóba, mert ahányszor csak tudok, annyiszor szeretnék beszélni róla, mert annyira híve vagyok ennek a terméknek. A WC tisztításához, a macskalom tisztításához és akármilyen felület fertőtlenítéséhez, tisztításához is szoktam használni. Mindig újra veszem, nagyon szeretem. És igen, itt látok még kettő darab ilyen, igen, foltisztítót. Mert hogy én többnyire mindig leszem magam. Nem tudom, ez engem is zavar, engem is felszokott mérgelni, hogy folyamatosan el kell tüntetnem ételfoltokat a ruhámról, viszont az utóbbi időben elég drasztikussá fajult a helyzet, és arra gondoltam, hogy veszek ilyen folteltávolítókat, mert szoktam használni a Denkmintnek ilyen folttisztító spréjét, mosás előtt befújom vele a ruhákat, viszont nem mindig segít az ilyen nem tudom, a múltkor például a pörkölt csöppent a ruhámra, és azon például nem segített. Úgyhogy megvettem a Dr. Beckmantól ezt a foltáltávolítót, ami ennek ugye vannak különböző fajtái, ez kifejezetten ilyen ételzsírokra, olajokra, szószokra, ketchupra, ilyesmire van. Remélem, hogy jó lesz. Illetve szintén a Dr. Beckmantól van egy ilyen foltáltávolító toll. Hát ebben is nagyon bízom, meglátjuk, hogy majd mit tudnak. Igen, DMS Denkmites autótisztító kendő, ez ugye majd az autóba kell, és azt hiszem, hogy akkor most belevágok egy kicsit a szépségápolási dolgokba, és kezdem egy parfümmel. A parfümnek a doboza van csak itt, mert a parfüm éppen az íróasztalomon van, mindegy is. Az egyik előző DM-holban mutattam nektek, hogy megvettem a Shirin David parfümét. Ő ugye egy német youtuber, sztár, most már mondhatjuk ugye annak. Viszont az az illat annyira nem tetszett így magamon, illetve úgy éreztem, hogy így viszket is tőle a bőröm, hogy visszavittem a DM-be, és szerencsére levásárolhattam az árát, úgyhogy ahelyett megvettem. Sose szoktam ilyen parfümöket venni, ezt a 007-es... Igen, egy ilyen parfümöt, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon szeretem, biztos, hogy benne lesz majd a következő kedvences videóban, és akkor szerintem egy kicsit több szót is elhitek majd róla. Minden esetre én drogériás parfümben ennyire pozitívan még nem csalódtam. Van itt a Balea lábdezodora, ezt is azért szerettem volna beletenni ebbe a videóba, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a terméket. Illetve megvettem szintén a DM saját márkás Don Todent fogkeféjét, amit még Kami ajánlott nekem egyszer, amikor beszéltem így régebben fogényvérzésről. Ezzel már ugye nincsen problémám, viszont ilyen extra puha fogkeféket szoktam használni. A Curaproxot szoktam megrendelni Amazonról, itt ugye nem kapható Rossmannban, illetve a DM-ben, valamint a Meridolnak van ilyen extra puha fogkeféje, azt is használtam, és Kami ajánlotta, hogy a Don Todentnek is van ilyen nagyon-nagyon puha sörtéjű fogkeféje, ami lényegesen olcsóbb, mint az előző két márka hasonló fogkeféje. Kíváncsi vagyok, hogy ugyanolyan jó lesz-e, mert hogyha igen, akkor nyilván megéri ezt újra venni, és nem kifizetni a két-háromszorosát ennek. Aztán Nivea tusolóhab, ebből már elhasználtam egyet, ennek nagyon-nagyon szoktam szeretni az illatát. Van itt száraz sampon, a Schwarzkopf Got to Be száraz samponja. Ez méghozzá a trópusi volument adó változata. Ennek megvettem amúgy a másik verzióját is, és azért nem tettem bele ebbe a videóba, mert azt már el is használtam. Nagyon jók, erről szerintem szintén lesz majd szó kedvenceknél. Akkor újra vettem a Zeba Mednek a korpásodás elleni samponját. Ez most egy másik fajta, mint amit előzőleg vásároltam, ez a Zeba Med Anti-Suppen Shampoo Plus, ami elvileg gyorsan zsírosodó hajt is megtisztítja. Nekem ugye az a problémám, hogy a hajtövem eléggé gyorsan zsírosodik is, amellett, hogy korpás. Úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Itt van a Kneipptól szintén egy ilyen tusolóhab. Nagyon kellemes, hát itt az van, hogy vízi menta és aloe vera illata van, és
Én nem tudom, hogy milyen illata kéne lennie a vízi mentának, én ilyen mentásat nem nagyon érzek rajta. Én inkább ezt az aloe vera illatot érzem rajta, és ilyen nagyon tiszta, üde illat, szóval nagyon-nagyon szeretem. Lássuk, mi van még? Van még itt háztartáshoz. A Lenornak ezek az öblítő gyöngyei. Egyszer kaptam egy ilyen kis próbát valami Lenor öblítőhöz, és akkor még emlékszem, hogy el is mondtam nektek ilyen elhasználva videóban, hogy abszolút nem voltam vele elégedett. Aztán csak addig evett a kíváncsiság, hogy megvettem a DM-ben vagy Rossmannban volt ilyen kis kisebb kiszerelésem ennek a gyöngynek, hogy voltam, hogy oké, próba cseresznye, annyira rossz nem lehet, és azóta nagyon-nagyon odáig vagyok érte. Amikor ezt a próbamintát felhasználtam, akkor szerintem valamit rosszul csináltam, hogyha jól emlékszem, akkor nem adtam semmi mást a mosáshoz, csak ezeket a gyöngyöket. Most viszont szoktam hozzáadni ugyanúgy mosószert, sőt van, hogy egy kis öblítőt is, és elképesztően jó az illata, nagyon tartósan megmarad a ruhákon, és most, amikor megláttam, hogy van ilyen új változata, ami a Dreams névre hallgat, elképesztően kellemes illata van, úgyhogy ezt is megvettem. Hajra megvettem a Garnier Vares egyszer, nem balzsamot, hanem hajpakolást. Ez ugye egy intenzíven regeneráló, mélyápoló hajmaszk. Mi az áhon? Mindig elfelejtem ezt, hogy mi az áhon. A juhárszirup, köszönöm. Juhárszirupal és ricinus olajjal van gazdagítva. Ebből már ugye használtam. Ez egy szilárdabb halmazállapotú termék, tényleg olyan vajszerű, és egy kicsit tovább szoktam ugye fent hagyni a hajvégeken, mint egy balzsamot többnyire, és tényleg valóban nagyon extrán puha lesz tőle a hajvégem, de majd erről is biztos ejtek több szót kedvenceknél. Mi van itt még? Van itt még a Veet-nek az arcra való gyantacsíkja. Ha Németországban éltek, akkor szerintem érdemes letölteni a Rossmann okostelefonra való alkalmazását, mert ott folyamatosan lehet kuponokat beváltani, úgymond. És erre is volt így ilyen kuponom, azt hiszem, hogy 1 eurót spóroltam rajta, illetve 60%-kal több termék van ebben a dobozban, mint egy normálban, úgyhogy nagyon-nagyon jól jártam vele. Aztán van itt a Boleának ilyen orvosi szappanja, amit ilyen ecsetmosásra szánok. Van itt élelmiszer is, kukoricadara. Ebből nagyon szeretnék kipróbálni, hát tudjátok azt a, igen, polentának hívják magát az ételt is, azt hiszem, hogy igen. Azt szeretném majd kipróbálni. Aztán vettem szintén a DM-ben bulgurt, én nagyon szeretem, Martin kevésbé, viszont az öcsém is szereti, úgyhogy most ugye ő is itt lakik nálunk, úgyhogy valamikor főzök belőle csak kettőnknek valamit. Újra vásároltam az Ebamettől az intim lemosót, ez ugye fiatal nőknek való változat, és ezt is akárhányszor csak tudom, mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon jó, otthon a Müllerben lehet kapni, érdemes szerintem kipróbálni, mert tényleg nagyon szuper. Ja, bocsánat, hogy közben kihajolok a képből. Itt van még egy hajápolási termék, a Schwarzkopf Taft hővédője, ami számomra új volt, a Rossmannban szúrtam ki. Pont hővédőt kerestem, és úgy voltam, hogy oké, egy próbát megér. Az illata nagyon-nagyon kellemes, azt nem tudom, hogy mennyire véd a hőtől, de ezt a többi hővédő esetén se tudom megállapítani. Minden esetre szeretem használni, úgyhogy örülök, hogy emellett tettem le a voksomat a vásárláskor. Van itt egy hajbalzsam is, Schwarzkopf Kliskur, ez egy erőtlen, elgyengült hajra való balzsam, amiben azt hiszem, hogy keratin is van, most ezt így nem is látom rajta, nem, itt ilyen triprotein komplexet ír, mindegy, lényeg a lényeg, egy jó illatú balzsam, amitől puha lesz a hajvégem, és könnyebb kifésülni a hajmat hajmosás után, nekem ennyit kell, hogy tudjon egy balzsam, többet nem, erre pedig tökéletes. Ajajaj, van itt egy termék, aminek már csak a csomagolása van meg, méghozzá a Boleától. Tudjátok, ez arra jó, hogy az ilyen kis flip-flop papucsokban bele lehet tenni oda középre. Egy ilyen gumis, szilikonos cucc volt, ami arra hivatott, hogy a lábujjakat ne dörzsölje ki a papucs.
Én nem is olyan régen vettem így nyára egy Birkenstock papucsot, és arra gondoltam, hogy ez biztos, hogy jó lesz, mert már az első próbánál éreztem, hogy bizony ott fel fogja törni a lábujjaimat ez a papucs, ami utána végül nem következett be, mindegy, lényeg, hogy megvettem ezt. Azt hiszem, hogy 2 euróba kerül, és limitált kiadás, úgyhogy még el is gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy 2 veszek belőle, de jól tettem, hogy csak 1 hoztam el, mert szerintem nem sokat ér. Nagyon kellemes szilikonos anyagból van, ami bele is tapad a papucsban, viszont ezután a nap folyamán én ugye még akkor dolgoztam, ugyanúgy mentem a homokos iskolaudvaron a gyerekek után, és ahogy egy kicsi homok is bejutott ez alá a kis szilikon lap alá, úgy el is kezdett leválni, utána nem is tudtam használni, illetve nagyon-nagyon ocsmányul nézett ki, mert ez egy teljesen átlátszó szilikonlap, és hát elég koszossá kezdett válni így egy kis portól és homoktól, úgyhogy szerintem egy ilyen 3-4 óra használat után inkább kidobtam. Kellemes volt amúgy mindaddig, amíg tudtam használni, viszont szerintem jobban ragadhatna, vagy én nem tudom, valamit csinálhatnának vele, mert nekem összességében nem vágy be. És akkor úgy látom, hogy már csak egy pár sminktermék van itt, és kezdjük talán egy púderrel. Szükségem volt egy ilyen transzparáns, vagy hát ez végül is annyira nem transzparáns, de egy ilyen lóze. Nem tudom, hogy mire mondják ezt magyarul, tudjátok, ez a porállagú puderre, és a Manhattantől vettem meg, Natural árnyalatban. Én ezt a szemem alá szoktam használni, illetve itt a számvonalánál már vannak ilyen mosolyráncok, ahova az alapozó szeret belecsücsülni. Oda szoktam használni, nem mondom, hogy ez a legjobb puder, amit eddig használtam, viszont egynek abszolút elmegy. Újra vásároltam a NYX Micro Brow Pencil-jét, ezt már jó sokszor láthattátok nálam, nagyon szeretem és elégedett vagyok vele, illetve vettem egy szájfényt a Manhattantől, Oh My Gloss, méghozzá ez egy argánolajjal dúsított szájfény, a 150-es Flirty Pink árnyalatban, szerintem még nem használtam, de egy egyszerű szájfény, és van itt a Rossmanokban most már nem tudom, hogy minden üzletben, de elég sokban lehet kapni Revlont és Revolution márkát is. Na, én már nagyon-nagyon vártam, hogy megérkezzenek a Revlon termékek a Rossmanokban. És amikor megérkeztek és ott álltam a téka előtt, akkor az az igazság, hogy én egy kicsit csalódtam, mert annyira udákat zengenek sokan a folyékony anyagrúzsaikról, vagy a pirosítóikról, vagy a nem is tudom még miről. És számomra egyszerűen nagyon visszataszító illata volt a folyékony anyagrúzsoknak, abból azért sem hoztam, valamint egyszerűen nem találtam olyan árnyalatot, ami különleges lett volna, ami még ne lenne meg itthon, ami valami extrát nyújtott volna számomra. Végül 2 terméket hoztam el a Revlontól, és mind a 2 egy arcra való kozmetikum. Az egyik a Photoready Primer. Nem tudom, hogy ez annyira megérte az árát, de ezt majd szerintem ilyen kiértékelős videóban jobban részletezem. A másik pedig Revlon Photoready Airbrush Effect alapozó a 003-as Shell árnyalatban. Erről is szeretnék majd külön a kiértékelős videóban egy pár szót ejteni. És az utolsó termék, ugye említettem nektek, hogy lehet kapni Revolution-t is a Rossmanokban. Tudom, hogy sokan nagyon szeretik ennek a márkának a szemhéjpuder palettáit, engem nem igazán fogott meg, egyik sem. Viszont láttam egy smink fixáló sprét, és ezekért eléggé oda tudok lenni, hogyha működnek természetesen, úgyhogy ezt hoztam el végül, ez simán Revolution Pro Fix smink fixáló spré. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gyorsan beszéltem. Szeretném még felvenni egy videót, amíg jó a fény, úgyhogy ez ezért is van. Hogyha van esetleg így kérdésetek ehhez a személyes videómhoz kapcsolódóan, amit említettem nektek, hogy hamarosan érkezik, és akkor beszélek majd egy kicsit bővebben arról, hogy miért is volt most egy kis szünet, és hogy mi is van vele mostanában. Hogyha idevágóan van kérdésetek, akkor azt nyugodtan tegyétek fel a videó alatt egy
kérdés videóhoz hashtaggel vagy valami alapján tudjam beazonosítani, hogy ezt ehhez a videóhoz szánjátok, és akkor majd megválaszolom nektek. Addig is köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönöm szépen a türelmeteket, hogy még mindig itt vagytok velem, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!